Ma este már mutattunk különleges hobbikat, tehát Szabó Istvánnak is egy ilyen különleges, az egész életét meghatározó hobbija van. Komoly gyűjteménnyel rendelkezik a 70-es, 80-as évekből, amelynek tárgyaiból állandó kiállítást is berendezett kis Zalai város néhai gimnáziumában. Egyelőre csak évente kétszer nyit ki, de Sándor vagy István legnagyobb álma, hogy minél szélesebb közönséghez eljutassa ezt a gyűjteményt. Zalaszentgróton vagyunk az egykori Béri Balog Ádám gimnáziumnál. Szabó István büszkén mutatja birodalmát, ebben az épületben kapott helyet dédelgetett gyűjteménye. Ez a gimnázium 2012-ben zárt be, 2014-ben jött a gondolat, hogy valahol el kellene helyezni a gyűjteményemet, és az önkormányzatban találtam partnerre, és így alakult ki a gyűjteményem kiállítása 4 tanteremben, és itt a folyosó egy részén. Egy emelettel fél évszázadot utaztunk vissza a múltba, az érkező rögtön egy retropresszóban találja magát. Ez egy Ratus A20 típusú pénztárgép, ez egy kubikus pénztárgép, aminek már annyiba különbözik az elődjeitől a kezelése, hogy ezt már elektromos motor is segíti. Ez egy keripargyártmányú Savaria kávédaráló, ami megtalálható volt szinte minden üzletben, ismerős lehet innen a nézőknek. Ez pedig egy háromkarú kaszinómokkal kávéfőző, ami úgy szintén minden vendéglőben, minden presszóban megtalálható volt a 70-80-as években. István az utóbbi években hobbiát tökélyre fejlesztette. Egyrészt mindent tud a magyar gyárakról és termékeikről, másrészt profi gyűjtő. A sorozatok minden egyes darabja érdekli. Ezek a szifonok a Lehel gépgyár termékei, név szerint a Parti, Heron, Héra, Nóra, Dóra, Flóra, Flóra Hapszifon, Mixi, Mixi Minor és a Mixi Mini. A berendezett lakásban épp úgy megtalálható minden, mint egy igaziban. A konyhaszekrényben valódi tartós élelmiszerek, a mosdónál emblematikus tisztálkodószerek vannak, és természetesen a hűtő is teli. István 31 éves, így nem a nosztalgia hajtja a régi tárgyak felé. Azért vonz engem, mert talán nem élhettem benne, és valahogy így a visszatekintve szépnek tűnik ez a korszak, mint a mai. Többnyire magyar gyártmány, tartós cikkek, és ezek hiányoznak én szerintem a mai világból, ezek a dolgok. Mivel István számára ez mind érték, szeretné a tárgyakat megmenteni. Mindenképpen szeretném, hogyha ez látogatható lenne továbbra is, mert hát igazából nem csak magamnak gyűjtem, hanem ezt mindenkinek, hogy mindenki lássa, hogy milyen volt élni a 70-80-as években. István végtelen optimizmussal és hittel áll az élethez. Sport a tűz a gyűjteményéhez kívánatos darabok megszerzéséből is. Mindenért megküzdöttem, hát szegény családból származom, engem is se édesapám, se édesanyám nem tudott támogatni soha semmibe. Én úgy gondolom, hogy mindent, amit elértem az életembe, azt mind magamnak köszönhetem. A Kapri rádióra gondoltam, hogy ez jó lenne, hogyha lenne, és akkor szembe jött velem az interneten. Ugyanúgy a karos kávéfőző, mit kerestem, és akkor egyszer csak szembe jött, és akkor mondtam, hogy nem érdekel, ezért el kell menni, és el kell hozni, és jó fog mellékelet érte elmenni autóval, de megérte, én úgy gondolom. Ez is egy nagy vágyam volt, ez a Videoton tavasz készülék, és ezt is bemozdottam. Ez 5000 forintért sikerült megszereznem. Már egy teremmel odébb vagyunk, itt a magyar szocialista ipar remekei sorakoznak a polcokon. Többnyire Videoton és Orion gyártmányú készülékek, de akarnak Commodore számítógépek, Commodore 16-tól plusz 4-ig, minden megvan. Enterprise 128K, magyar gyártású Primo, és hát a legnagyobb büszkeségem ez a Videoton VDN 52500-as típusú terminál számítógép, amiből összesen 2000 darabot gyártott a Videoton. Szerintem, hogyha 5 létezik még belőle az országban, akkor sokat mondtam. Mivel István végzettsége szerint villanyszerelő, mindent meg is tud szerelni. Úgyhogy bizony a legtöbb készülék itt működik. Ki is próbáljuk a Videoton Pong TV fociát, egy ma már ősinek tűnő számítógépes játékot 1972-ből. Egyébként István még elmondta, noha ez a gyűjtemény a szívügye, ezen túl is vannak céljai, barista szeretne lenni.